vissza lehet azt fújni utólag is, de tovább engedi a játékvezető. Ferenci, Könyves, Könyves középre, ott pattog még üres kapu, gól! A csereként beálló Takás Tamás góljával megszerzi a vezetést a Debrecen. Hát így kell cserélni, most állt be Takás, talán az első labda érintése volt, és ebből rögtön gólt szerzett. Mondom, a bajnoki szünetben az edző mérkőzésen kétszer is betalált Takács, kétszer is jól érkezett a kapu elé, hát most is jókor volt, jó helyen. Itt van a gólszerző Takás Tamás. 3 pontot érő gólt szerzett valószínűleg. És azért érdekes ez a szituáció, mert itt Busai szabálytalan tovább engedte a játékvezető. Itt talán Varga volt szabálytalan, mert nyújtott lábbal ment, ezt is tovább engedte a játékvezető. És ebből szerzett végül gólt a Debrecen. Ez itt ugye szabálytalan volt, Varga majdnem elesett, azért szöktette magát hosszan. Aztán nyújtott lábbal csúszott, ez szintén szabálytalan. Egymást követően kétszer alkalmazta az előnyszabályt a játékvezető, és ebből szerzett vezetést a Debrecen.